Slingár Alek elektrotechnikai és informatika tanárként dolgozik egy műszaki középiskolában. Hobbiból kezdett gyümölcstermesztéssel foglalkozni. Gyümölcsösét is mérnökhöz illő alapossággal tervezte meg. Több fajtát telepítettünk, részben azért, hogy fokozatosan, szakaszosan érjen, tehát a legkorábbitól, az aurórától kezdve, egészen ez az újvidéki bőtermőig, a rodnáig, amelyik ugye legkésőbb érik, és akkor ezek, amikor elkezdenek érni, akkor aztán egyik a másikba, úgyhogy húzamosabb ideig, tehát kb. Egy hónapig ugye érik a barack, és akkor hát így folyamatosan lehet értékesíteni. A jól bevált fajták mellett kanadai és francia barackfákat is telepített. Az egész családnak akad munka a gyümölcsösben. Családi vállalkozás, az öcseim azok, akik leginkább lent vannak a kertben, ők segítenek szedni, valamint ilyenkor apunak mátszani. Én viszont az vagyok, aki szépen elkészíti a piacra az árut, kiviszi, majd pedig eladja. Tavaly már több tonnányi gyümölcs termett. A hobbiból sikeres vállalkozás lett. Arra kicsi, hogy én egy ilyen vállalkozást beindítsak, hogy mondjuk lekárfőzésre, vagy pálinka főzőre ugye beálljunk. Amott viszont nagy, hogy csak piacra termeljünk már. Tehát ez ilyen két közben van az ember, tehát ezért lenne jó egy szervezőidő is, amikor a kistermelők ugye összefognak, és akkor úgymond közös erővel tudják értékesíteni mondjuk egy nagyobb kereskedelmi láncnak a termékeiket. A barackfák virágzása jó termést ígér, de a változékony időjárás a moníliás gombabetegségek megjelenésével fenyeget. Ez ellen permetezéssel lehet védekezni, Slingárék ezt az esti órákban végzik, amikor a beporzó méhek már visszatérnek a kaptárba.